Köszöntöm az ismerős nézőit, vendégem Gyetvai László hőgyész polgármestere, aki képzeljék el, egyhuzamba több mint 10 esztendeje vezeti a települést. Gratulálok ehhez, nem semmi, azt gondolom, hogy kevesen mondhatják el ezt magukról, nem csak itt a megyében, hanem az országban. Ez bizonyítja számomra azt legalábbis, hogy annó 10 évvel ezelőtt megérte váltani, megérte az agrármérnöki múltat, hát legalábbis egy jó időre letudni, és hát vállalni ezt a nem mindennapi és nem egyszerű feladatot. Igen, hát az ember nagyon bölcs akarna lenni. Mikszáth Kálmán mondta, hogy érdemes élni a közügyeknek. Érdemes élni akkor, ha van visszajelzés, ha van erről pozitív visszajelzés, amit úgy gondolom megtettünk, megteszünk, teljesen önzetlenül saját magunk, községünk, családunk, szűkebb környezetünk érdekébe. Az se baj, ha ez egy kicsit multiplikálódik, kiterjed, megyei szintre kerül, sőt, most már hőgyész esetében elmondhatom, hogy egy kicsit, ne vegyék nagy képűségnek, országos hírnévre tettünk szent, egy perlét, egy gyöngyszemet építünk, egy olyan üdülő kisvárost, amely úgy gondolom előbb-utóbb be fog érni. Persze beszélünk erről is mindenképpen, hogy mik azok a momentumok, amik gyöngyszemmé tehetik hőgyészt. De én azt gondolom, hogy beszéljünk még egy kicsit arról a kezdetről. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, és gondolom, hogy a kedves tévénézők is, hogy mi motiválja egy embert arra, hogy elinduljon egy ilyen feladatvállalás elé. Mi az, ami önben elindította azt a dolgot, hogy akkor vállalja ezt a közfeladatot, közügyet? Teljesen őszinte leszek. Ugye sajnos elődöm Pál Imre polgármester úr elhunyt, és ott állt hőgyész vezetés nélkül, olyan értelme vezetés nélkül, hogy természetesen az akkori alpolgármester irányította a köztes intermedier időszakot, és sose gondoltam volna, hogy én valaha egyszer polgármester leszek. Hát még azt, hogy ezután 10 évig leszek polgármester. Ebbe belegondolok, ma is beleszédülök, hiszen arról volt, amikor barátaim megkerestek, hogy a választásukig, ugye mert volt egy interregnális időszak, abban az időszakban vállaljam fel azt a jó fél évet, és induljak el, és akkor legyek polgármester, utána majd nyilván jön egy választás, a hagyományos választás, és valaki folytatja. Hát úgy jártam, mint az egyszerű ember, hogy itt ragadtam. Itt ragadtam, nagyon sok embernek köszönhetően, mert bíztattak, hogy véressem meg magam. Egyébként érdekes az, hogy az ember az életében nem árt, ha megméretteti magát egy párszor. Én 4 választáson vettem részt. 4-szer mérettem meg magam, és egyelőre még úgy gondolom, az emberek bizalma irányomba pozitív. És minden 4-szer ellenfelek is voltak. A fél éves választásnál nem, de utána igen. Utána minden egyes esetben volt ellenfél, és szerintem az a legnehezebb, amikor 2 közül kell választani, mert hát a lakosság vagy egyikre dönt, vagy másik választja, úgyhogy érdekes a dolog. Én mindig idézőjelben a sikereimet annak tudom be, hogy szüleim hőgyészen régi gyógyszerész házaspár voltak. Tehát az ő múltjuk, az ő tekintélyük, valamint a feleségemnek a mindennapi munkával a részvétel, aki kereskedő, egy kis üzletet vezet, plusz a maradék 1/3 rész nyilván az én igyekezetem és pozitívumom, talán ez a 3 tényező teszi összességében össze azt a képet, amely alapján engem megválasztottak. Na igen, akartam is mondani, hogy hogy az embernek az ismertsége, a család ismertsége, az mondjuk első ízben jelenthet valamit, no de utána későbbiekben azért már le kell tenni valamit az asztalra ahhoz, hogy ugye újra és újra megválasszák, és újra bizalmat szavazzanak egy embernek. Természetesen ugye az ember kialakít egy koncepciót, egy elképzelést, egy jövőképet, amelyben szeretne változtatni, vagy akar változtatni, de ez egyedül higgyel nem megy. Ez csak úgy megy, hogy partnerek kellenek hozzá, komoly képviselőtársak kellenek hozzá, és úgy gondolom, hogy hiszen ad van ez a képviselői réteg állomány, aki rendkívül intelligens emberek, és a munkánkat próbálják segíteni. Természetesen ellenvélemények vannak, de hát egy disputa, egy jó vitatkozás után valahol kialakul egy közös eredő, ami úgy gondolom előbbre viszi nagyközségünk életét. Mi az a koncepció, amivel annó elindult, és ebből mi az, amit sikerült megvalósítani? Hogy finoman fogalmazzak, hőgyész eléggé mély ponton volt, tehát gyakorlatilag onnantól csak fölfelé lehetett elmozdulni, és ezzel nem bántó szándékkal kívánok senki irányába
rossz irányú véleményt mondani vagy tenni, hanem egyszerűen megnéztük azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Milyen a község helyzete, fekvése, ugye tudni kell, 1753-ban már város volt, annó Mária Terézia mezővárosát tette, tehát nyilván egy városiasodó, fejlődő településre van szükség, ami a beltartalmi értékeink következtében tud olyan irányba elmozdulni, mert város csak attól város, egy település szerintem, ha megvannak azok az intézményrendszerei, belső dolgai, orvosi ellátása, iskolái, stb., ami ezt determinálja. Tehát Hőgyészen ehhez az infrastruktúrát megteremteni, mire gondolok itt konkrétan? Elindultunk egy szennyvízhálózat beruházás terén, amely komoly állami támogatást élvezett, előtte volt a gázberuházás, tehát azok, amik elmaradtak, azok mind-mind felújításra kerültek, illetve kialakításra kerültek. Az iskolai rendszerünk is. Egyik iskolaigazgató barátom mondta, hogy Laci, nem hittem volna, hogy életemben még az iskola felújul, kívülről megszépül, és még belül azért vannak mit tennivalóink, de úgy vagyunk vele, hogy a külső színpadi része idézőjelben már készen van, és ha egy kicsit fecseg a felszín, és hallgat a mély, akkor azért jobban látszik, és az emberek jönnek, mennek, és mondják a véleményt. Számomra az a büszkeség, hogy jönnek Debrecenből, az Alföldről, megállnak, képzelje, teljesen önzetlenül megállnak, bejönnek, és szeretnének velem beszélni. Természetesen benn vagyok, nyitott az ajtóm, gratulálnak, hogy milyen szép dunántúli település. Ehhez még képzelje el, ha hozzájön egy wellness, egy fürdőturizmus, valamint a falusi turizmus, szállodaturizmus, úgy gondolom, megtűzdelve, majd olyan dolgokkal, amelyekről még később szeretnék beszélni, helyi kuriózumokkal, tehát van elképzelés, van koncepció, és ezzel élni is szeretnénk. Akkor beszélhetünk most, szerintem, ha már benne vagyunk ebbe a témában, mindenképpen beszélhetünk a helyi kuriózumokról, hiszen muszáj, mint ahogy ön is mondta, valami pluszt nyújtani egy-egy településnek ahhoz, hogy vonzerő tudjon lenni, az ott élők számára is vonzerő, meg tartóképes tudjon lenni, és hát a külső szemek előtt is. Hát maga a millió, a közvetlen környezet determinálja azt, hogy nálunk a gyulai erdészet, a gyulai erdőgazdaság gyönyörű erdei közepén helyezkedünk el, karéjában helyezkedünk el, és nem is tudom, hogy sokszor rá csodálkozunk-e mi hőgyésziek, hogy milyen szép helyen lakunk. Tényleg az ember elmegy, elindul, sétál szabadon, kimegy az erdőrészletekbe, kimegy a különböző tavakhoz, horgásztóhoz és vidékére, egy rendkívül lankás, gyönyörű szép igazi település, dunántúli települést talál. Szegény jóatyám annak idején Alföldről került ide, Mékútról, mint fiatal gyógyszerész, ugye Szegeden végzett, és amikor meglátta Mékút után Hőgyészt, akkor azt mondta, hogy én többet innen elmenni nem akarok. Sajnos oktunk is a temetőben, nem is ment el, de nem is volt szándéka elmenni. Most képzelje el, ha ehhez még hozzápárosítjuk, hogy találtak Hőgyészen rendkívül klassz 51 fokos melegvizet, ami ma már hévíz, tehát gyógyvíz, mindenféle reumatikus bántalmakra, egyebekre jó, egy gyönyörű kastélyszálló került felújításra, és amiről nem szól a fáma, hogy van még egy kastélyszállónk, a Liechtenstein kastélyszálló az Aponyi mellett, megkérdezem én, hogy egy 3100-as településen, ahol két kastélyszálló működik, fungál, milyen lehetőségeket látnak az emberek. És, ami nagyon fontos, ebből a kastélyszálló úgynevezett fürdőzési turizmusából a helyi lakosság nincs kizárva. Hadd mondjam el azt, hogy nyugdíjasaink 550 alkalommal kapnak egy évben az önkormányzattól belépési lehetőséget. Természetesen ez azt jelenti, hogy a három civil szervezet egyikébe be kell lépjenek. Hát nyilván azt már mi nem tudjuk organizálni, hogy ki mikor hogyan menjen fürödni. De 550 alkalommal visszakérdezek Budapesten a Gellért fürdőbe, a budapesti nyugdíjasok járhatnak-e ingyen? Ez egy nagy kérdés, mert arányaiba a nagyságrend hasonló. Az iskolánknak ingyenes úszásoktatás van, illetve most már minimális kis díjér, ilyen 100 forint per év jelképes díjér, és nem beszélve arról, hogy a hatás-ellenhatás következtében a kastélyszálló nekünk komoly iparüzési adót fizet, kurtaxát, üdülőfejlesztési díjat fizet, ugyanígy a másik is, amikor a vendégészakákkal elszámolnak. Ennek a karriában hozzá csatlakozik még a falusi turizmus, és így lesz komplett ez a szolgáltatás a vadászattal, a környező túrázással kiegészítve. Na, és azért említsük meg a szarvasgombát is, ami szintén egy kuriózum, nem is
kis kuriózum. Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy erről szólhatok, hiszen egy személyes jó barátom, Ulrich Juska keresett meg azzal, én magam sem tudtam, hogy hőgyész környékén vett ültetvényt, illetve telepített ültetvényt, szarvasgomba ültetvényt. Na most a szarvasgomba egy rendkívül felkapott dolog lesz a mostani világban, úgyis, mint élelmiszer, bár hozzá kell tegyem, sokan fals elképzeléssel vannak a szarvasgombáról, ez egy fűszer tulajdonképpen, egy ilyen fonnyat fekete burgonyához hasonlító és formájú, ilyen tojásnagyságú gomba, ami érdekes módon a fák gyökerénél található meg, speciális fáknál, kocsányos tölt, stb. És ez a szarvasgomba, ezt azt mondják az okosok, én is kóstolom, mert kaptam a Dódi barátomtól, csak úgy hívjuk, hogy Dódi, tőle is kaptam már ilyet, és az ételeknek ő adja meg a parfümjét, mind a hölgyek parfümjét. Az ételeknek a parfümje. Ez a megfogalmazás azt hiszem rendkívül kényeztető. Na most Horvátországban van egy város, amelyet úgy hívnak, hogy Buzet, az Istria-félszigeten. Elmondtam, és komolyan gondoljuk, hogy hőgyészből akarjuk Magyarországon a szarvasgomba fővárosát megteremteni. Mondhatnám úgy is, a horvátok úgy hívják Grad Tartufo, én meg azt mondom angolul City of Truffles. Tehát egy ilyen várost építünk, amely, mivel a legnagyobb ültetvény Magyarországon hőgyészen van, és most fordult termőre 8 év után, rendkívül nagy érdeklődésnek örvend. Japánoktól kezdve mindenki jön, és minden évben megrendezzük most már a Szarvasgomba Fesztivált. Ennek a különböző hedonista gurman részlegeivel is, amely ugye azt jelenti, hogy jelen esetben különböző ételkóstolások, finom, különböző sűrítmények, ezek mind megjelennek, és a lakosságot is szeretnénk arra rászoktatni, hogy ez a rendkívül drága szarvasgomba, mint fűszerként alkalmazva nem is olyan drága, hanem egy igazi magyar különlegesség, amelyet, most mondok, hogy magyar különlegesség, igazából a franciáktól származik. És ha megengedi, van egy nagyon-nagyon aranyos történet. Ugye egy honnan jön ez a tartufo, tehát a szarvasgombának ez az elnevezése. Hát bizonyára hallottak és tudják Molière-nek a vígjátékát, és Molière annak idején, ugye, mint a papok körében jártas úriember, küldöttségbe vett részt Rómába, a pápai nuncius hívta meg. És ott a papok gyűrűjében jöttek árusok, kínálták a portékáikat, és Monseigneur la Tartufot kínálták. Most a Tartufnak van egy más jelentése is, ami azt jelenti, hogy egy rendkívül álnok, kétszínű, nem éppen egy csodálatos pofa, és ezt az úriembert, amikor meglátta ezt az árust, a Molière, benne már kirajzolódott a tartufi figura megalkotója, ez az árus, és innen jön az elnevezése, innen lett a komédia, és így függ össze a tartuf és a szarvasgomba kérdése. Itt látom, hogy ön az irodalomban igen jártas, idézett, ha jól emlékszem, Morisztól, most Molière-t is felszínre hozta. Ez fontos az ön számára? Ez az irodalom jelenti mondjuk a kikapcsolódást, a felüdülést a hétköznapi zsúfoltságból? Természetesen szeretek olvasni. Komoly irodalmi gyűjteményem van, ami megint csak nem nekem köszönhető egyedül, hanem dédnagyapám, nagyapám, és az egész anyai vonalon lévő nagyszülők mind tanítók voltak, mind gyűjtők voltak. Vannak értékes képeim is tőlük, és nagyon értékes könyvek. Nyilvánvalóan arra szoktattak, hogy ezeket a szép irodalmi műveket olvassuk, és az egész családon belül unokatestvéreim, mind diplomás emberek, akik hol régészettel foglalkoznak, hol kutatóbiológusok. Természetesen mindenkinek megvan a maga ága. Hát én most illettem a polgármester idézőjelbe, úgyhogy valamilyen szinten rám is föltekintenek, vagy letekintenek, azt nem tudom. De egy a lényeg, hogy egymás között mi nagyon sokat cserélünk eszmét, és nagyon sokat olvasunk, és úgy néz ki, hogy a leendő vőm is Nyíregyháza, majd erre még ki szeretnék térni, Nyíregyházán főiskolai adjunktus, aki egy rendkívül olvasott intelligens fiatalember, és ővele is nagyon sokat polemizálunk irodalomról, politikáról, gazdaságról. Ugye Nyíregyháza talán hőgyész egyik mintaképe lehet? Én úgy gondolom, hogy teljesen kicsi a világ, és ez igaz. Magyarország kicsi ország. Amikor a lányom oda járt főiskolára,
ott végezte el a gazdálkodási kart, most pedig befejezi a Corvinus Egyetemet. Egyébként bankár a kislány, bocsánat, nagylánya Rituskám, nagyon-nagyon szeretem, egy szép lány, jövőre lesz az esküvője, úgyhogy nagy izgatottságsággal készülünk, csak az a baj, idézi el be a bajt megint, hogy Nyíregyházán akarják megtartani ezt. Most oda kell vonulni a hőgyészi budapesti rokonságnak, ami nem egyszerű, ugye ide 460 kilométer, hozzáteszem, olyan messze van, mint hogy a hőgyésztől lemennék Opátiába, vagy Riekába, Orvát tengerpartra. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen középen vagyunk. Ott találta meg a számításait. Nyilván az a klasszikus találkozás, tanár-diák találkozása, és ő azt mondta, hogy ő ott marad. Most egy kapcsolatom van még Nyíregyházával, az ottani főiskolának a kollégiumi főigazgatója, az a magyar falusi turizmusnak volt az egyik alelnöke. És az én elődöm, Isten nyugosztalja, Pál Imre, polgármester úr, ő volt a társelnöke. És amikor én először beszéltem kollégium ügybe a tisztelt főigazgató úrral, a Hannusz Árpád úrral, akkor derült ki, hogy az Úristen, hát én vagyok az elődöm utódja, nyilvánvalóan az ő barátja. És innentől fogva ez a kapcsolat egy kicsit szorosabbá vált, úgyhogy minden valószínűség szerint a lakodalom is ott lesz a nyíregyházi főiskolán. De azt gondolom, hogy biztos, hogy fáj érte a szíve, hogy mondjuk nem Hőgyészen van a lakodalom, de azért Nyíregyházát említette nekem, hogy tényleg egy példakép lehet minden település számára. Én nagyon-nagyon egyetértek vele, és elfogult vagyok Nyíregyház irányába, nem csak azért, mert csodálatos helyen fekszik, ugye mindig azt mondják, hogy sötét Szabolcs. Kérem szépen, tessék elmenni oda, tessék körülnézni, és fájó szívvel, de azt kell mondjam, onnan, abból az aspektusból lehet, hogy fordítva ránk mondanák, hogy elmaradott vidék, akár Szekszárd környéke, akár Bonyhád környéke, akár Pécs környéke. Óriási fejlődés van, nyilván a hármas határ találkozása ott van, de az a mérhetetlen nagy fejlődés, az fantasztikus. De nekem, uram, bocsá, akkor is Pécs meg Szekszárd az igazi város. Úgyhogy itt vagyok, van itt az én világom, itt érzem jól magam, és itt kell nekünk azokat a példákat ellesni, idehozni, és azt a stílust idehozni, amiről szó van. Beszéljünk még egy kicsit a családról, ugye a lányát azt már megismerhettük, feleségéről is kaptunk már képet, de hát, ha jól tudom, akkor van még egy gyerkőc. Igen. A családba, akire szintén büszke az apuka. Tudja, az az igazság, hogy tényleg valóban nagyon büszke vagyok. A kis dolgozóasztalomon rajta van az ő kis sziluettjük, egy kis műanyag tömbbe belevésve, és ők adnak erőt a napi munkámba. A fiatalok közül a fiam, ő a kisebb, ő 21 éves, most már 22-ben van, Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója, most negyedéves. Most itt jön a kapocs, hogy apám, anyám gyógyszerész volt. Valaki legalább folytatja a tradíciót a családba, és roppant büszkék vagyunk rá, mert egy stram, jóvágású fiatalember, tényleg, azt szokták mondani, a szépség meg az okosság az nem jár mindig együtt, de azért lekapogom az én két gyerekemnél. Van köztük nagyon-nagyon sok hasonlóság, hogy együtt jár a kettő. Számomra ez a legnagyobb boldogság, mert azt szokták mondani, a gyerekbe fektetett, hogy mondjam, anyagi és erkölcsi kondíció, az visszajön, megtérül, és ennél jobb nem kell. Hát szerencsére ők jó szakmát is választottak, gondolom, hogy ez azért köszönhető a családi indítatásnak is. De polgármester úr, az ön jövője milyen lesz? Mit sejtett a jövő? Van még egy kis idő természetesen, de hogyan gondolja az elkövetkezendő időszakokat? Igen, ez egy érdekes dolog. Sokan azt hiszik, hogy én most már nyugdíjba mehetnék a ciklusra járt után. Nem. Én még akkor csak 53 éves azért leszek. Gondolom, én nem gondoltam volna, hogy tehát ez csak az egyik. Sokan ugye nyilván azt hiszik, hogy én már arra játszok, hogy majd nyugdíjon megyek. A fenét. Nem akarok én nyugdíjba menni. Bennem most bugyog az élet, az erő, a kedv, a tehetség, úgyhogy ezeket szeretném mind kapacitálni, alkalmazni, hőgyész javára szolgálni, a kollégáimmal, a lakossággal együtt. Tehát gyakorlatilag továbbra is teljes lendülettel szeretném ezt a pályát csinálni. Ez nem egy pálya, ez egy életforma, ezt önök tudják. Itt nincsenek nappalok, éjszakák, esték, hétvégig, itt összemosódik minden. De az ember fölveszi ezt a ritmust, ezt az életformát, akkor ha ebből kiesne, higgy el, nagyon-nagyon hiányozna. Tehát én minden téren azon vagyok,
megvannak hozzá most már az országos, külföldi kapcsolataim is, hogy ezt mind hőgyész javára szolgáljam. Egyik barátom azt mondta, hogy te, hát átmentél volna vállalkozóba ilyen energiával, te réges-régóta már hol tartanál? Én ezt elfelejtettem, mert mi az, hogy gazdagság? Van erkölcsi gazdagság, van anyagi gazdagság, van családi boldogság, gazdagság. Számomra ezek a boldogságok az anyagit féltéve többet érnek. A község iránt érzett elhivatottság, nagyon jó viszony vagyunk a hívőkkel, én magam is hívő ember vagyok, családommal együtt járunk minden hétvégén misére, és ha ez kimarad, higgye el, abban a pillanatban hiányérzetem van, mert néha kimarad, de a heti munkámhoz ez ad erőt, töltést, újbóli megújulást. Akartam is kérdezni, nem fárad el soha? Mert tényleg látom, ahogy beszél, hogy tele van erővel, tetvágyjal. Panaszkodni nem akarok, mert ha most Józan Illing főorvos úr hallanák, azt mondaná, Lacikám, visszább az agarakkal. Volt már nekem is szívritmus zavarom. De ez nem azért volt, mert annyit dolgoztam, hanem azért, mert néhány olyan dolog megviselt, ami nem odavaló, a stressz, az úgynevezett meg nem értés, vagy éppen amiért valamiért elkenődtem. Tehát ezek nem a fizikai ambícióimat próbálták letörni vagy megfékezni, hanem úgy mentálisan fogtak meg. És akkor azt mondtam, hogy elgondolkodtam, egy hétig itt voltam a szexuális kórházban, szerencsére kivizsgáltak is, különösebb bajom nincsen, tehát igazából egészséges vagyok, csak oda kell figyelni. És azt szokták mondani, 50 fölött minden nap ajándék, mert az egyik barátom mondja, hogy ha fölébredsz, és semmit nem fáj, akkor kvázi meghaltál. Úgyhogy ennek szellemében kell élnünk, és saját magunkkal is foglalkozni, karba tartani, fitten tartani az elmét, a tudást és a fizikumunkat is. Hát akkor én hadd kívánjam, hogy még sokáig fájjon minden reggel valami. Hát igyekszem, hogy fájjon, és bízom benne, hogy hoztam egy kis katalógust, erre még nem tudtam kitérni. Tehát az volna a lényege még itt az egész jövő elképzelésemnek, mutatok egy nagyon szép kis füzetet, itt talán látható, de hogy mi van ráírva, Schloss Hotel, Ferienhäuser, Herrenhäuser. A Herrenhäuser és Schloss Hotel az azt jelenti, mert nálunk illik németül is tudni, ugye, hogy hát kastélyszálló. A Herrenhäuser igazából nem lehet lefordítani, udvarház, urakháza, urakházai. In Österreich, tehát az azt jelenti, hogy Ausztriában. Ezt azért hoztam el, mert Matolcsi miniszter úr annak idején, amikor 2001-ben megnyitotta a kastélyszállót Hőgyészen, és beszélgettünk, és nagyon jó viszont vagyunk a mai napig is, ő azt mondta, kollégák, tulajdonosi garitúra, polgármester, csináljátok meg Magyarország kastélyszálló láncolatát. Utána továbbfejlesztette mindezt, hogy csináljuk meg a monarchikus kastélyszálló láncolatot. Természetesen azóta, ugye kormányváltás volt, ez a folyamat megállt, de most én megfordítom, mert azt mondom, hogy in Österreich, tehát Ausztriában, ha most itt kinyitom ezt a füzetet, akárhányadik oldalon, akkor önök azt látják, Schloss Hotel Apogyi. Az osztrák kastélyszállók láncolatában szerepel a hőgyészi Apogyi kastélyszálló. Hozzátéve, hogy ide van írva még az németül, unden ehemalige Kronländern, az azt jelenti, hogy az előző, a megelőző időszak, tehát a monarchia korona országaiból is. Most a célt értik. A cél az, hogy ez a folyamat ne álljon meg. Kívánom itt Dél-Dunántúlnak, egész Magyarországnak, hogy a kastélyszállói ebbe a rendszerbe tudjanak részt venni. Olyan programokkal próbáljanak szintén pozitívokra szert tenni, amely például a Gróf Apogyi zenei hetek, a rendkívül kiváló estéket lehet eltölteni, és csak szeretném a tisztelt hallgatóság figyelmét, nézők figyelmét felkelteni annak az irányába, hogy bizony nyaranta ez a 4 zenei est egy rendkívüli kulturális élményre ad lehetőséget, ahol kiválóan lehet szórakozni egy szép komoly zenei estét, vagy könnyű zenei estét, képzeljék el, amikor a belső átrium ki van világítva gyönyörűen gyertyákkal, előtte egy finom vacsora, és ez kerül egy főnek 5-6 ezer forintba. Hát ha elmegyünk Pécsre, színházba, mire leutazunk, mire megvesszük, talán még a vacsora bele sem fér. Tehát ezt kívánom, hogy próbálja ki minden kedves tolnamegyei magyar, és nem magyar, akik vendégeink, mert higgyék el, az országban van nagyon sokan jönnek, de országon kívülről is
egyre több a holland, a német, az angol, sőt a japán szó is. Még egyszer mondom, a hőgyésziek ebből nincsenek kizárva, sőt a tornamegyeiek sem. Örülnék nekik, ha minél többen jönnének, és élveznék ezt a szép hőgyészt. Hát így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ön ide fáradt hozzánk, Szekszárdra a stúdióba. Jó munkát kívánok a jövőben. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is. Minden jót!